Foka hegyalja Magyarország egyik legszebb és legősibb tájegysége, melyet szőlő és bor kultúrája tett világhírűvé. 2002-től világörökségi kultúrtáj. A Zempléni-hegység itt találkozik az Alfölddel, a Bodrog és a Tisza folyókkal. Mindez együtt különleges és egyedülálló mikroklímát biztosít a hegyek lankáin húzódó, mintegy 6000 hektárnyi szőlőültetvénynek. Ha a híres Tokaji Kopaszhegyről tekintünk egy tájra, akkor előttünk húzódik Zemplén gyönyörű hegyvonulata, a világhíres szőlőkkel, Tokaj hegyalja történelmi településeivel. Itt nem csak az építészeti emlékek sokszínűsége kápráztatja el az ide látogatót, hanem a borospincék varázslatos világa is. A nemes penésszel borított pinceboltozatok alatt ma is gönci és szeretnyei hordókban érlelődik a borok királya, a királyok bora. S ha már megkóstoltuk a híres Tokait, érdemes megtekinteni hegyalja csodálatos természeti értékeit is, hisz van itt ilyen látnivaló bőven. A Zempléni hegyek lábánál, a szőlőültetvények alatt ott kanyarog a Bodrog. Ez a folyó egy páratlan szépségű, érintetlen természeti tájat, a Bodrog zugot határolja egészen a Tisza vonaláig. Tavasszal itt 5000 hektáron mindent víz borít, egyedülálló növény és állatvilággal. Világvédett területe ez is Tokaj hegyaljának. A két folyó és holtágaik halban igen gazdagok, a hegyekben sok a vad és az erdők kacskaringós útjai kiadó sétákra, kerékpározásra csábítanak. Az évszázados történelmi települések pedig különleges látnivalókkal, kitűnő tokai borokkal és gazdag turisztikai programokkal várják az ide látogatót. Isten hozta önöket Tokaj hegy alján.